Tisztelt a miniszterelnök úr és Sára asszony! Tisztelt Helyszler András elnök úr és kedves felesége! Tisztelt Fröhlich Robert Körabi úr! Mélyen tisztelt főpolgármester úr, hölgyeim és uraim! Különleges alkalom ez a mai. Izrael miniszterelnöke Benjamin Netanyahu a két ország történetében először hivatalos kormányfői látogatást tesz hazánkhoz. És hogy ez a kivételes esemény még izgalmasabb legyen, itt Budapesten találkozott a három másik közép-európai V4-es miniszterelnökkel. Izrael állam, magyarok, zsidóság, Közép-Európa történelmi asszociáció utatjai keringenek a fejünkben. Tisztelt miniszterelnök úr, nálunk itt Magyarországon él, és a magyar nemzet része, Európa második legnagyobb zsidó közössége. És ma itt Herz Pivadar szülőhelyén találkozunk, akinek híres mondata körülölelte, és körülöleli a mai tanácskozásainkat. Idézem, ha akarjátok, nem mese. Igen, ha akarjuk, nem mese, nem déli báb és nem üres reménykedés, hogy Izrael és Közép-Európa, Izrael és Magyarország olyan jövőt képzeljen el, amelyben a fontos dolgok összekötnek bennünket. Olyan jövőt, amelyben összeköt a hazánk és a nemzetünk szeretete. Összeköt a külső fenyegetéssel szembeni önvédelem. Összeköt a terrorizmus elleni küzdelem. Olyan jövőt, amelyben összeköt a modern technológia, innováció és kutatás, összekötnek a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok. Összeköt a kultúráink közötti mély kapcsolat és a kölcsönhatások. És olyan jövőt, amelyben összeköt az identitásunk magabiztossága. Tudjuk, kik vagyunk, és büszkék vagyunk arra, akik vagyunk. Vagyunk, akik voltunk, és leszünk, akik vagyunk. És olyan jövőt, elsősorban olyan jövőt, amelyben összeköt bennünket egymás kölcsönös tisztelete. Igen, ha akarjuk, nem mese, hogy megfékezzük a terrorizmust, hogy megállítjuk az európai antiszemitizmus erősödését. És nem mese, hogy sikerülhet leállítanunk az intolerancia tömeges Európába szállítását. Ha akarjuk, nem mese, hogy az Európai Uniót meggyőzhetjük arról, hogy elismerje és tisztelje Izraelnek azokat az erőfeszítéseit és áldozatait, amelyekkel önmagán túl Európát is védelmezik. Nincs bennem kétség afelől, ha a szélsőséges és militáns terrorista csoportok átveszik a közel-keleti térség feletti irányítást, akkor Európának újabb és újabb inváziókkal kell szembenéznie. Olyan időket élünk, amikor Izrael és Európa, benne Magyarország biztonsága összekapcsolódik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország miniszterelnökeként büszke vagyok arra, hogy nálunk ma a zsidó élet a reneszánszát éli, amint hallottam is, küzdelmek árán. Mi azt kívánjuk, hogy a magyar zsidóság alkotó energiái szabadon kibontakozzanak. Én azt várom, hogy a magyar zsidó kultúra mostani felívelése gazdagítani fogja Magyarországot és a nemzeti kultúrákat. Netanyahu miniszterelnök úr azt mondta nekem, hogy Izrael titka az a tudás, hogyan lehet a legkevesebből a legtöbbet kihozni. Egyszer talán mi is eltanuljuk ezt. Addig is
emlékeztetem önöket egy másik karakterjegyre, amely hasonlóvá teszi a két népet. Mi mindig többet adunk a világnak, mint amennyit kapunk tőle. És ez így is maradjon. Kívánom, hogy a két népnek még hosszú évszázadokig legyen még adnia. Köszönöm, hogy meghallgattam.